Tavaly nyáron számoltunk be önöknek arról, hogy híráros adás rongálja a tornai holt Dunavíz minőségét és keseríti a horgászok életét. Akkor a város saját költségvetéséből oldotta meg a vízvédelmét. A híráros adás az egyik jelensége annak a problémának, mely évek óta jelen van a holtág életében, nevezetesen az iszaposodás, melynek megoldására már a vízügyi szakma illetékeseit is felkérték. A Duna holtága a Natura 2000-es besorolású, ennek megfelelően természetvédelmi terület. Ráadásul a holtág biztosítja közel 3000 hektár mezőgazdasági terület számára az öntöző vizet. A város vezetése számára az egyik legfontosabb cél a holtág megmentése. Sajnos az idei aszályos év miatt nagyon alacsony most is a holtág vízszintje. Ugye tudjuk, hogy az elsődleges, minél gyorsabb beavatkozás az ugye a folyamatos vízpótlás biztosítása lehetne, amiben ugye a vízügyi igazgatóság már elkezdte a felméréseket. Ez jelen pillanatban önkormányzati tulajdonban lévő doromlási szivattyú telepről valósulhatna meg, ami sajnos már ugye évtizedek óta üzemen kívül van. Vízügyi igazgatóság szakemberei, külsős mérnök szakembereket hoztak, megtörtént az elsődleges szemle a szivattyú telepen. Előlettek a régi iratok, műszaki paraméterek véve, milyen teljesítményű, milyen anyagok kerültek beépítésre, illetve a szakemberek átnézték, hogy milyen felméréseket, valós felméréseket kellene majd készíteni. Tudomásom szerint múlt hét folyamán újabb szakemberek érkeztek, most már búvárok is megnézték a területet, hiszen ezek a szivattyúk, ezek az élő Duna medrében fenékre elhelyezett szivattyúk, tehát ott is kell felmérést végezni. Most jelen pillanatban ez a fázis van, hogy ajánlatkérések vannak a szakszerű felméréseknek az elvégzésére, amiből gyakorlatilag majd egy megfelelő beruházási projektet, költségbecslést lehet készíteni arra vonatkozóan, hogy ezt a szivattyútelepet miképpen lehet, mi módon, illetve milyen összegből felújítani, újra üzembe helyezni. A daromlási szivattyú állapota olyan, hogy a vízügyi szakemberek alkalmatlannak találták a működésre, így jelen állapotában nem tudja megoldani a vízpótlást. Az egyik szemlén magam személyesen is részt vettem, ahol képeket is láttam egy hasonló telepnek a felújításáról, illetve amikor kiemelték a szivattyúkat. Érdekes volt, hogy mi évek óta próbáljuk ezt a szivattyú telepet valami módon felmérni, gondolkodunk azon, hogyan lehetne üzembe helyezni. Mindig mondták nekem, hogy hát csak áramot kellene rákötni és megpróbálni, hát ha működik. Hát a szakemberek elmondták, tájékoztattak engem, hogy ez meg lehetett volna próbálni, de jó, hogy nem tettük. Más esetben is megtörtént ez, amivel csak nagyobb kárt okoztak gyakorlatilag a szivattyúk a több évtizedes állás után elindítva, gyakorlatilag pár perc üzem után tönkre mentek, kiszapott, szívtak, leégtek. Úgyhogy hát talán jól döntöttünk, hogy nem álltunk nekünk saját hatáskörbe gyakorlatilag ezt felmérni. Most a vízügyi szakemberek felméréseik alapján olyan anyagot készítenek, mely alkalmas lehet egy pályázat benyújtására, mely a szivattyútelep felújítását és a további lépések megtételének költségvetését is tartalmazza. A vízügyi igazgatóság felméretteti a műszaki állapotát, illetve egy koncepciót készít arra vonatkozóan, hogy milyen felújítás, beruházási munkálatot kellene elkészíteni. Ezt a tanulmányt ők végzik, illetve hát majd az lesz kérdéses, hogy ugye ez jelen pillanatban önkormányzati tulajdonban van, viszont jellemzően az öntözési célú berendezések, már pedig annak idején, amikor ezt a szivattyútelepet megépítették, akkor gyakorlatilag az volt a célja, hogy az öntözési célú vízkivételt pótolja. Ugye 3000 hektárt öntöztek annak idején a tolnai holtágakból, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen célú létesítmény volt. Jelen pillanatban is kiemelt gazdasági cél és program, hogy minél nagyobb legyen az öntözhető területeknek a aránya. Ebben lehetne ez a műtárgy nagy segítségre. Erre különböző központi források is vannak, amik egyébként állami tulajdonú létesítmények felújítására szolgálnak, vonatkoznak. Kérdeztem a helyszíni szemle során, hogy nagyságrendileg egy új
fenékben elhelyezhető szivattyú ára mennyi lehet, akkor is csak tényleg ex has számok hangzottak el, de egy-egy szivattyú esetében akár a 20 millió forintról is beszélünk. Egyébként ugye itt két szivattyú, két csövön töltötte a tolnai holtágat, tehát valószínűleg a jövőben is majd az lesz a koncepció, bár ezt mi nem tudjuk, hogy marad ez a két szivattyús megoldás. Van esély tehát arra, hogy jelentős forrásokat nyerjen el a vízügy és a természetvédelem a Dunaholtág megmentésére. Ha ez sikerül, a tolnaiak közkedvelt vízének minőségében jelentős javulás állhat be, és ezzel újabb lépésre került sor a Dunaholtág megmentésében.